Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Újabb 24 férőhelyes református bölcsődét adtak át a Vármegyében, ezúttal Nagykállóban valósított meg beruházást az egyházközség. A részletekről később mutatjuk a teljes kínálatot. Vármegyénk kincsei, budapesti kiállításon az értékek. Új református bölcsőde, Nagykállóban készült el a beruházás. Templom felújítások Szatmárberekben a top turisztikai pályázatában valósulnak meg. Vármegyénk is részt vette a Budapesten rendezett országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon és vásáron. A Szabolcs-Szatmárbereg vármegyei értéktár és a Sóstói Múzeumfalu közös pavilonban mutatta be a térség kincseit, amelyet a háromnapos rendezvény során több ezren tekintettek meg. A részletekről Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke számol be. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Jó estét kívánok! Milyen volt a hangulata ennek a vásárnak, és hogyan látta ott a szabolcs-szatmárberegi helyzetet? Hát a vásár hangulata az nyüzsgő volt, és értékekkel teli, ezt nyugodtan mondhatjuk, és itt természetesen nem csak arra gondolunk, hogy mi valóban magunkkal vittünk mindent Szabolcs-Szatmárbereg vármegyéből, amit úgy gondoltunk, hogy meg kell tudnunk mutatni, hanem tényleg ott egyrészt az Agrárminisztérium szervezésében volt egy külön rész a pavilonon belül, ahol kifejezetten a hungarikumokra fókuszáltak, és a nemzeti értékekre. És itt kaptunk helyet mi is a Szabolcs-Szatmárbereg vármegyei értéktárral és a Sóstói Múzeumfaluval, és jó volt látni azt, hogy tényleg mennyi kincsben bővelkedik Magyarország. Már a bőség zavara, hiszen mennyi az, amit most már az értéktár megyei, illetve országos értéknek nyilvánított? Hát a Szabolcs-Szatmárbereg vármegyei értéktárban 164 érték szerepel már, és hát ugye ebben vannak hungarikumok, vannak nemzeti értékek, ugye a legfrissebb nemzeti értékünk az éppen a nyíregyházi bokortanyák, és igyekeztünk ezekből egy kis kavalkádot bemutatni, és nem csak azt megmutatni, hogy milyen kincseink vannak, hanem azért egy kicsit belepillantani abba is, hogy a kulturális örökség mellett, az épített örökség mellett azért ott van nekünk a gasztronómiai értékünk is, és amit csak lehetett, azt próbáltuk elvinni magunkkal, hogy egy kicsit meg is tudják kóstolni a strandra látogatók, és vigyék magukkal haza egy kicsit a Szabolcs-Szatmárbereg vármegye ízeit. Ugye két évente rendezik ezt a kiállítást, lehet-e látni ebben valamilyen fejlődést, vagy valami változást mondjuk a megyék, a vármegyék közötti rangsorban? Igen, hogyha az Omikra tekintünk, akkor azért korábban ez tényleg ugye a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra fókuszált, és a kiállítók mellett, amelyben mindig voltak természetesen megyei kiállítók, azért kevésbé jelentek meg azok a kulturális és különböző örökségek, amelyek azért szorosan kapcsolódnak, én úgy gondolom, hogy a mezőgazdasághoz is. És ebben változott egy kicsit most az idei Omik, hogy nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy valóban meg tudják mutatni, és meg lehessen mutatni azokat a nemzeti értékeket, összekötve természetesen a mezőgazdasággal és az élelmiszeriparral, mert ez valóban szorosan összefonódik, amelyekre nem csak mi a megyében vagyunk büszkék, hanem úgy gondolom, hogy minden vármegyének megvannak azok a kincsei és értékei, amelyeket meg kell tudni mutatni, és hát természetesen a csúcsán ott vannak a hungarikumok, amelyek szintén színesítették az Omiknak az idei három napját, és úgy gondolom, hogy ez a sok ezer látogató, aki kilátogatott, biztos, hogy nem csalódottan ment haza, hiszen a kiállítók és a különböző bemutatók mellett azért ezekbe belepillanthatott, és hát megjelentek a határon túli értékek is, hiszen akár Erdélyország, akár a felvidék hozta magával azokat a kincseket, amelyek szintén egy komoly színpalettát valósítottak meg az Omékon. Látszik-e már itt a megyén belül, hogy a hungarikumok, a nemzeti értékek milyen hozadékkal járnak, milyen eredményeket hoznak a megyének? Hogyne, ez hál' Istennek, ez több szempontból is látszik és kézzelfogható, hiszen egyre több hungarikuma van Szabolcs-Szatmárbereg vármegyének már, és mindenki büszke erre. Nem csak azok, akik valamilyen szinten kötődnek, mondjuk akár a beregi és felső-tiszavidéki keresztszemeshez, vagy éppen Mária Pócshoz, hanem azok is, akik csak itt a vármegyében laknak, vagy a vármegyéből elszármaztak. Hiszen, hogyha találkozunk éppen most az Omékon is, hogyha találkoztunk olyanokkal, akik már nem laknak itt, ők is felkapták a fejüket azokra a hírekre, amikor mondjuk egy-egy hungarikummal találkoztak, és büszkék voltak rá, és tudták kötni magukat a vármegyéhez. És úgy gondolom, hogy ennek ez az erkölcsi hozadéka, és természetesen van egy gazdasági hozadéka is, hiszen ez a turizmusban is megjelenik már. Egyre többen látogatják Szabolcs-Szatmárbereg vármegyét,
Nyíregyházát természetesen, mint turisztikai központot, de aki ide ellátogat, most már egyre inkább kikacsingat, pontosan talán a hungarikumok és a nemzeti értékek miatt azokba a térségekbe is, ahová kötődnek ezek az értékek, és úgy gondolom, hogy ez a hungarikum törvénynek a hozadéka egyrészt, illetve annak a munkának, amelybe belefektettek azok a szakemberek, illetve azok a különböző szakterületen dolgozó kollégák, akik szerették volna, hogy ez valóban arra a polcra kerüljön, ahová méltó. Mi az, amit ehhez hozzá tud tenni egy ilyen kiállításon való jól sikerült részvétel, egy jó marketing? Hát sok mindent. Tehát szerettünk volna, ahogy az elején is említettem, egy pici nyomot hagyni azért mindenkibe, aki ellátogatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktel és a Múzeumfalu standjára, és igyekeztünk olyan élményeket megmutatni, és itt az élményeken van a hangsúly, hiszen egy élőképpel is készültünk, illetve hát ezt igazából a Sóstai Múzeumfalu hozta el, ahol megmutatták, hogy hogyan is lesz a kendermagból vászon. És nagyon jó volt látni azt, hogy a korhű ruhába beöltözött múzeumpedagógusok nagyon meg tudták fogni főleg a gyerekeket, és közülük is a lánygyermekeket, és jó volt hallani azt, amikor oda jött egy-egy család, és például azt mondta, amikor éppen a kislány az orsót vagy a guzsajt próbálta ki, hogy mennyire jó látni ezt, és mennyire jó az, hogy ő, amikor mondjuk az esti mesét olvassa otthon, akkor a kislány meg sokszor az anyuka se értette azt, hogy mi az, amiről olvas, és itt most kézzelfoghatóvá váltak azok az eszközök, amelyek megjelennek ebbe az örökségben. Úgyhogy ez az élmény része, ez biztos, hogy végig kíséri. Szerintem azokat a családokat, akik találkoztak ezzel a kiállítással, és hát ugye ott voltak azok az interaktív eszközök, a gasztronómiai bemutatók, a kóstolások, amelyel megmutattuk azokat az eredetvédett pálinkákat, a szatmári szilvalekvárt, az almalekvárt, azokat a mérki hústermékeket, amelyek úgy gondolom, hogy egy kóstolás után biztos, hogy megfogják az embert. Tehát ezek mind-mind a vármegyéhez kötődnek, és ezek hazavihető élmények, és ezek az élmények pedig én úgy gondolom, hogy azért hetekre, hónapokra elkísérik majd az odalátogatókat. Amellett, hogy ugye minden vármegyének megvan a maga egyedi kuriózuma, azért azt gondolom tudnak egymástól inspirálódni is. Mi az, ami ilyen tekintetben hozadéka egy ilyen kiállításnak? Hát hogyne, ez természetes velejárója, és úgy gondolom, hogy nem szégyen tanulni másoktól, mi is ezen vagyunk, hogyha látunk jó gyakorlatokat más vármegyékben, vagy akár mondjuk a hungarikumok környékén, akkor azokat mi igyekszünk beágyazni a saját munkánkba, és hát most is voltak hasonlók, hiszen volt olyan vármegye, aki például a virtuális technikát kihasználva VR szemüvegen keresztül mutatta be a saját vármegyét, és úgy gondolom, hogy ez akár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárban is elképzelhető majd a közeljövőben, hiszen azért ezzel úgymond szintén egy másik úton, módon lehet megmutatni az értékeinket, úgyhogy igyekszünk mi is tanulni természetesen a jó gyakorlatokból, de azért azt jó látni, és ezt kellő álszerénységgel mondhatjuk, hogy azért tőlünk elég sokan tanulnak, hiszen itt akár a vármegyei értéktár, akár a nyíregyházi települési értéktár, én úgy gondolom, hogy igen kiemelkedő munkát végez, és jó látni azt, és jó visszahallani azokat a visszajelzéseket, amelyeket kapunk, és ez nekünk is további erőt ad ahhoz, hogy tovább végezzük ezt a küldetést. Mennyire aktív részese az értéktár egy-egy turisztikai attrakció létrehozásának vagy fenntartásának? Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni természetesen, és hogyha van olyan lehetőség, ahol úgy érezzük, hogy tudunk támogatni akár egy turisztikai attrakciót, ahogy fogalmazott, akkor megtaláljuk azokat a lehetőséget, hogy emellé beálljunk, és akkor egy kicsit más oldalról támogassuk meg. De természetesen az értéktárnak, illetve az értéktárban dolgozó bizottsági tagoknak mindenkinek megvan a saját szakterülete, és azokon a szakterületeken természetesen azért mindig egy kis plusz hozadékkal próbálják színesíteni, illetve az értéktár elemeit is beemelve a saját munkájukat is gazdagítani. Baracsi Endre, köszönjük szépen, hogy beszámolt mindezekről nekünk. Én köszönöm. Új kétcsoportszobás református bölcsődét adtak át Nagykállóban. A városban a gyülekezet korábbi parókia épületét újították fel és alakították át. A beruházás összértéke 332 millió forint volt. Az átadást hálaadó istentisztelettel ünnepelték, melyen részt vett Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár is. A politikus beszédében hangsúlyozta, a családpolitika továbbra is a legfontosabbak közé tartozik a kormányzati törekvések közül.
Alig több mint egy évvel ezelőtt avatták fel Nagykáló új 36 férőhelyes önkormányzati fenntartású bölcsődéjét. Ez pedig már egy másik, ha nem is új, de felújított, játékokkal megtelt épület. Itt a református egyházközség végzi majd a bölcsődei nevelést. Az ehhez szükséges korszerű feltételeket a korábbi parókia épület rekonstrukciójával oldották meg Nagykálóban. A helyi gyülekezet hálaadó istentisztelettel ünnepelte a beruházás elkészültét. Nem csak az autópályáról látható jól a nagykálói református templomnak a tornya, amely magasba emelkedik és hirdeti, hogy a nagykálói református egyházközségnek komoly múltja van, hirdeti a magasodó templomtorony mellett a városnak és az egyházközségnek a komoly történelmi múltja. A mai napon azonban elérkeztünk egy olyan állomáshoz, amelyen nem csak a múltba tekintés, nem csak a visszatekintésből fakadó hálaadás töltheti el a szívünket, az értelmünket, hanem egy különleges jövőbe mutatás órájához érkeztünk el. Hiszen az egyházközség komoly vállalása a régmúltat őrző parókiából bölcsődévé alakított új intézmény. Ennek a kialakítása és ennek az elszánt fenntartási küldetése. Így teljesül az, kedves testvérek, hogy a gyülekezetnek nem csak stabil múltja van, hiszen elérkezett az idő, amikor különlegesen az evangélium hirdetése mellett ezzel az intézménnyel jövőbe mutató feladata is. Azokkal a kisgyermekekkel és a családtagjaikkal, akik a jövendőben nem sokára ebben az intézményben kérik a bölcsődei nevelést. Simon Miklós országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, 2018 óta 15 új bölcsőde kezdte meg működését a térségben, ebben pedig megkerülhetetlen szerepe van az egyházaknak. A köszönet hangján szeretnék szólni a támogatásért a kormánynak, államtitkár úr, köszönjük szépen, hogy 15 bölcsődével gazdagodott a térségünk. 2018 óta 15 bölcsődével, és ez több mint 4,5 milliárd forintba kerül, és ilyen formán azt mondhatjuk, hogy minden második településen a bölcsődei szolgáltatás, inkább gondoskodás, az kézzelfogható, elérhető. Az egyházak ebben a munkában oroszlán részt vállaltak, hiszen Újfehértón is épül református bölcsőde. Itt Nagykállóban, Mária Pócson görögkatolikus, és Nyírbátorban egy görögkatolikus bölcsőde. Nem csak a térségben bővült jelentősen a bölcsődei hálózat, 2010 óta országos szinten is megkétszereződött a férőhelyek száma. Erről már Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár beszélt az istentiszteleten. A politikus hozzátette, a család politika a nemzet fennmaradásának egyik legfontosabb pillére, ezért a kormánya jövőben is kitart az elmúlt bő egy évtized törekvése mellett. Akik családban élünk, jól tudjuk, hogy ha a családban nem születik meg a gyermek, akkor nem lesz, aki a család nevét tovább vigye. Nem lesz, aki a család szokásait tovább vigye, nem lesz, aki a család örökségét tovább vigye. Ez így van minden családban, ez így van Nagykálóban is. Ha nem születik meg egy újabb gyerek Nagykálóban, akkor annak az esélye csökken, hogy Nagykáló közössége,
a város hagyományai, a város tisztelete, a városnak a kultúrája tovább éljen. És ha ez így van minden városunkban, ez így van a nemzetünkben is, akkor van esélye a magyar nemzetnek fennmaradni, ha minden gyermek, amit kívánnak a családban, az meg fog születni, meg tud születni. Ez az oka annak, és ez az alapja annak, hogy a családpolitika az az egyik legfelső polcra került a kormányzati prioritások között az elmúlt években, mert azt gondoljuk, hogy családpolitika nélkül semmi nincsen. Ha családpolitikát nem nyerjük meg, akkor minden más ügyet is el fogunk veszíteni. Ezért kell megnyerni a családpolitikát, hogy a többi ügyet legyen esélyünk megnyerni, ezért kell ehhez szövetségeseket is találni. Úgyhogy ez a bölcsödei férőhely, ez azt jelenti, hogy egy újabb reménnyel gazdagodunk, hogy a megkívánt gyermekek megszülethessenek. Az elmúlt 13 évben, ez alatt a kormányzat alatt számos intézkedést fel lehetne sorolni, de én ettől eltekintenék, csak egyet szeretnék megemlíteni, hogy a bölcsödei férőhelyek számának tekintetében kétszerese az, mint ami rendelkezésre állt 2010-ben, a mostani férőhelyszám, és háromszorosa azon települések száma, ahol ma elérhető a bölcsödei szolgáltatás ahhoz képest, hogy 13 évvel ezelőtt hol volt elérhető. Azt gondolom, hogy ez a fejlődés az az út, amin tovább kell menni, ezt eddig is megtettük, és a következőkben is meg szeretnénk tenni. A másik, ami fontos egy bölcsödei átadás kapcsán, azt gondolom itt Szabolcs-Szatmár-Berekben, Nagykálón állva, hogy a bölcsöde nem csak a családoknak segít, nem csak abban segít, hogy össze lehessen egyeztetni egyébként a gyermekvállalást, a gyermeknevelést azzal, hogy valaki emellett munkába is jár, hanem ahhoz is hozzásegít, hogy az a család, aki Nagykálóban született, és itt nevelkedett, és itt él, az ne legyen arra kényszerítve, hogy gyermeknevelés miatt, egy intézménykeresés, egy bölcsöde keresés miatt máshova kelljen elmennie. Ezért minden egyes bölcsöde, ami egy közösségben, egy településen, egy városban megnyitásra kerül, az annak a közösségnek, annak a településnek a helyben maradását, a helyben boldogulását is segíti. Ha megnézzük, hogy az a ma 1100 településen meglévő bölcsödei hálózat mennyiben tud ehhez hozzájárulni, akkor azt fogjuk látni, hogy a helyi közösségeknek a megerősödéséhez ez éppen olyan fontos, mint más intézkedések, amik helyben születnek. Ezért azt is kívánom mindenkinek, hogy ez a bölcsöde ezt is segítse, azt is segítse, hogy a vidék is gazdagodjon, a vidék is erősödjön ezzel, és a helyi közösségek megtartó ereje is minél inkább jelen legyen. A harmadik és utolsó, amit szeretnék megemlíteni, a képviselő úrral pont azt beszéltük, hogy az a bölcsőde, amelyik gyerekek jövőjét fogja szolgálni, az mégiscsak egy régi parókia helyén újult meg, jött létre. Egy romból épült egy új, mint ahogy egy gyermek megszületése is azt jelenti, hogy a reménybe vetjük a hitünket, abban hiszünk, hogy ő majd tovább fogja vinni a mi életünket is. És azt gondolom, hogy ebben az egyházi szerepvállalás, azt, amit a református egyház, az egyházkerület itt a gyülekezet megtett, az azért is fontos, mert minden egyes intézmény nem csak a tégláról kell, hogy szóljon, hanem a lélekről is kell, hogy szóljon. És amikor intézmények fenntartásáról beszélünk, és sokat vitatkozunk, akkor van mindig egy pont, amikor a négyzetmétereken, a forintokon, a normatívákon túlmutató rész jön, az, hogy hogy lehet ezt lélekkel megtölteni. És ebben az egyházaknak van egy több évszázados tapasztalata, amely tapasztalata, hogyha nem élnénk, ha nem hívnánk ezt a családok segítségére, akkor magunkat tennénk szegényebbé. A 332 millió forint értékű bölcsődei fejlesztéshez csaknem 300 millió forint támogatást kapott a református egyházközség. Maradunk a református egyház fejlesztéseinél. Jelentős korszerűsítéseket valósít meg ugyanis a tiszántúli református egyházkerület a top turisztikai programban. A Szatmár-Beregi térség több településén újulnak meg több száz éves templomok, emellett pedig látványos és korszerű látogatói tereket is kialakítanak a középkori templomok útján. A beruházás részleteiről és céljairól Deák Attilát, az egyházkerület fejlesztési csoportvezetőjét kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Első hallásra kicsit furcsának tűnhet, hogy református egyház és turisztika, hogy is kapcsolódik össze ez a két egymástól
úgy tűnik, vagy távolinak tűnő fogalom, de ha belegondolunk, hogy micsoda kulturális kincsek és örökség van a templomok falai között, és a templomok falaiban itt Szatmár-Bereg részein, akkor már is érthető, hogy miért gondolkoztak ebben. Hát van olyan térség Magyarországon, ahol református egyház turizmus tekintetében stratégiai pozícióban van, akkor ez pont mondjuk Debrecen mellett a felső Tiszavidék, azt hiszem, hogy mindkét terület olyan terület, ahol szinte elválaszthatatlan. Valóban a felső Tiszavidéken... És tegyük hozzá, hogy nem csak országos szinten, hanem az európai is kuriózum ezek a középkori igen, templomok. Azt szokták alapvetően mondani, hogy ennyire kis területen ilyen nagy mennyiségű, tehát a számok, és nyilván a minőség, hogy milyen jellegű templomokat látunk, ez azért valóban egy ritka jelenség. Ugye nyilván ez a régiója Magyarországnak, ez egy több református terület, szinte azt lehet mondani, a lakosság felekezeti megoszlása mai napig erőteljes református orientációt, és alapvetően úgy is szoktak rá gondolni, mint a reformáció egyik forrásvidéke a 16. században, tehát ez nem egy új keletű dolog, hanem ez egy nagyon-nagyon fontos terület volt már a reformáció nyitányától kezdődően, és valóban rengeteg olyan országos vagy európai jelentőségű műemléktemplom található, aminek a turisztikai integrációjában ez a középkori templomok útja, ami a felvezetőben elhangzott, ez egy nagyon fontos mérföldkő, vagy nagyon fontos szerep volt. Illetve azt is fontos látni, hogy azért ezeknek a templomoknak az állapota, szóval mi jól állunk országos léptékben mérve, én rengeteget túráztam Magyarországon a Kárpát-medencébe kerékpáron, és általában ilyen templomokat néztünk, és azért meg tudom azt erősíteni, hogy az ott található műemlékek állapota az alapvetően jó, de voltak és vannak komoly hiányosságunk, és az a topos program erre adott választ. Történtek korábban egészen komoly felújítások azért ezekben a templomokban? 70-es évek óta tulajdonképpen ez egy folyamat nagyjából. A legelső az az állami kezdeményezés volt, az Árpád programnak nevezték, ahol kifejezetten Árpád-kori templomokat kezdtek el felújítgatni, emlékezem szerint ez 70-es-80-as évekről van szó, és azóta tulajdonképpen minden évtizedben zajlottak olyan komplex felújítások, aminek hol Európa Nosztradi lett a vége, hol Ikomosz díj, mondjuk Gacsáj, ami nemrégiben kapott Ikomosz díjat, a Gacsáji református templom. Tehát, hogy itt nem egyszerűen jó minőségű templomok vannak, vagy szép templomok vannak, hanem kiváló műemléki helyreállításokat is láthatunk. És külön kuriózum, hogy ezek a nagyon régi 11-12. Századi templomok nyilvánvalóan római katolikus templomokként indultak, gyönyörű fal képekkel, amit ezek a felújítások talán fel tudnak tárni. Ugye van egy nagyon érdekes kettősége a régiónak, egyrészt kiválóan látható a középkor, tehát az, hogy megmaradtak a középkori templomok, ez önmagában egy kuriózum, hogy nem tűntek el a történelem viharában, ennek számos oka van, de nagyon érdekes módon pont a reformáció az egyik oka, hiszen II. József türelmi rendeletéig a református közösségek vagy a protestáns közösségek nem építhettek új templomokat. Tehát hiába szerették volna mondjuk őseink lebontani ezeket az épületeket, hogy az ő hitelveiknekhez jobban illeszkedő terek jöjjenek létre, azt nem tehették meg. Maximum egészen... lefestették a falképeket. Hát igen, és az is nagyon érdekes dolog, mert hát nyilván ők el akarták tüntetni, hiszen alakos ábrázolást a reformáció nem szívesen lát. Háromféle módon próbálkoztak azért a történelem, vagy az eltakarás, amikor lemeszelték őket, vagy leverték őket, de nagyon sok helyen láttam, ahol csak a szemeket vésték ki, és tulajdonképpen bár eltüntetni akarták, de konzerválták a múltnak ezt a nagyon-nagyon sok középkori falképet, ami ebben a régióban található. Hol tart most ez a folyamat? Hogyan tudja a református egyház most így a 21. század elején feltárni, illetve megőrizni, megmutatni a saját templomaiban ezeket a régi értékeket, miközben a hitükkel, a vallásukkal ez szembe megy? Érdekes kérdés, és azt hinné az ember, hogy ez már úgy lecsengett, vagy ennek már nincs jelentős. Valóban Magyarországon ennek semmilyen. Én úgy veszem észre, bárhol jártam az országban az elmúlt 15 évben, nem tapasztaltam ezzel kapcsolatosan soha ellenérzéseket. Ma Magyarországon, mondjuk ha csak ebben a felső-tiszavidéki régióban vagyunk, a helyi közösségek mindig nagyon örülnek, ha előkerül valami. Erre az egyik legjobb példa, amikor Vámos atyán ugye éveken keresztül a gondok úrral vártuk a szondázó kutatások eredményeit, és alig várta, hogy előkerüljenek olyan jellegű falképek, mint mondjuk Csarodán. Tehát, és teljesen mindegy, hogy ez most reformációkori vagy középkori.
az itt élő közösség ez teljes mértékben az ő örökségüknek, a középkori vagy a római katolikus időszakot, akár legyen az alakos ábrázolás vármi, ez a saját örökségükként kezelik. Na mondjuk Kárpátalján ez nem így van, csak hogy egy ellenpéldát mondjak, és ez egy hozzánk relatíva közel lévő régió, amikor a Teleki László Alapítvány ott például freskókat tárt fel és mutatott be, hát azért nagyon sokszor diplomáciai manőverekre volt szükség, hogy a helyi közösségek ezt befogadják. Na hát akkor átérve a mostani programra, mi az, ami keretet biztosít, vagy mihez biztosít keretet ez a topos pályázat? Ugye itt 777 millió forintról van szó, ez egy elég nagy összegnek tekinthető, első ránézésre, egyébként pedig nem. Azt hittük először mi is, hogy akkor végre eljött az az idő, amikor itt komolyabb munkálatokat meg lehet oldani, és vannak valóban olyan templomok, aminek a végére is tudunk jutni. Azt is látni kell, sajnos, hogy nagyon ritka az, amikor egy műemléki helyreállítás egy templom esetében elindul által, és zéjékbe is fejeződik egy szuszra, egy ütemben rendelkezik az egyház, vagy a reform, vagy bármelyik egyházat tudnám mondani, azzal a szükséges forrással, ami szükséges ahhoz, hogy ez megtörténjen. Hát az általános tapasztalat az egy puzzle-re hasonlít inkább. Tehát én emlékszem, hogy nagyon jó példára mondjuk a Kölcsei Református templom, aminek 2013 előtt 10 körül megtörtént a régészeti feltárása, alaposan kutatva a templom, nyilván a helyi közösség azért ez mindig nehezen fogadja, hiszen a gyönyörű tereik megváltoznak. És de hát indul a munka. És valóban el is indult, azt hiszem 12 és 14 között sikerült a tetőszerkezetet, akkor emlékszem, ez egy magyar-román határmenti program volt, és az utca front felüli északi homlokzat is megállt. És akkor azt hittük persze akkor, hogy lesz folytatás, nem lett hosszan folytatás, és például ez a topos program volt, ami a folytatás, tehát eltelt közötte 6 év. A homlokzat pedig csak félig volt kész, de nyilván ez egy szélsőséges eset. De most melyik templomok lesznek? Most a Kölcse, pont ebből adódóan például a Kölcse, az egy nagyon fontos prioritás volt, hogy be tudjuk fejezni azt, ami akkor elindult, és tényleg ne ilyen félkész állapotok maradjanak. Egyébként a Kölcsei Református templom az egyik olyan épület volt, ahol nagyon jó lehetős, tehát nagyon jó értékei vannak, amiből semmit nem lehetett látni, mert mondjuk le voltak festve a karzatok fehérre, nem láttuk az eredeti színeket, freskók kerültek elő. Vámos Atyai Református templom a másik helyszínünk, ott alapvetően a templom állapota rendben volt, viszont pontosan tudjuk évtizedek óta, hogy ott vannak olyan valószínűleg vannak, azt hittük, olyan reformáció korábbi ornamentális motívumok, amik a vakolatok alatt pihennek. És már voltak kisebb kutatások, ami egyértelműen bizony, de most sikerült feltárni őket a hajóban és a diadalíven, a szentéllyel nem tudtunk foglalkozni, és hát a jó hír, hogy nem csak reformációkori falképek kerültek elő, hanem középkori falképek is. Tehát ilyen szempontból a Vámos Atyai templom az most egy komoly tudományos kuriózumnak is számít. Az egyik nagy vad az a Tarpai Református templom a mi esetünkben. Azért mondom, hogy nagy vad, mert nagyon költséges. Itt ugye puzzle ment, és több pályázati program keretében sikerült így fokozatosan haladni vele az elmúlt 2 évben, és nem fogunk tudni még mindig a végére jutni, pedig meg közel 400 millió forintot volt szükséges átfordítani. Tehát ezért mondom, hogy látszólag soknak tűnt a 777 millió, de így hirtelen azért már nem úgy néz ki. Most a Tarpai Református templom esetében van egy nagyon komoly műszaki probléma, amit meg kellett oldani. Vannak gyönyörű középkori freskói, ami a tető egy nem megfelelő bádogtető volt az épületen, és ázott, és veszélyeztette a freskókat. Tehát ez volt az első feladat, amit meg kellett oldani. De ott van egy másik nagyon komoly feladat, volt egy eredeti, amíg a háború idején égett le az eredeti 4 fiatornyos zsindelyfedésű tetőszerkezet, vagy a toronysüveg, ez egy gyönyörűséget kell elképzelni, és akkor felállítottak egy ilyen átmenetileg egy ilyen időszakos bádok süveget, ami hát borzasztó volt az eredetihez képest, ennek az eredetinek a visszaállítás, de ez egy óriási műszaki feladat. Tehát azt a hatalmas nagy toronysüveget megépíteni lent a földön, felemelni darúval a templom tetejére, először olyan egyszerűbbnek tűnt a feladat, és most, ahogy a valóságban látjuk, hogy ez egy rendkívül komplex munka lesz. Hát azt gondolom, erről mind a 35 percet végig tudnánk beszélni, de nagyon elfogyott az időnk, csak dióhéjban, hogy mik azok, amik érintve lesznek, és ugye látogatóbaráttá is tesznek bizonyos tereket felsorolásszerűen.
Mi az, ami meg fog történni? Ahol a turistáknak a látogatói igényeit próbáljuk kiszolgálni, az csaroda lesz, ott nem a templomhoz, hanem ott egy egyházművészeti kiállító térnek a kialakítása történik, meg ami úgy alapvetően a Felső-Tiszavidék egyházművészetére hívja fel a figyelmet. Vámosatján a templom mellett a parókia átalakításával szintén egy látogatóközpontot hozunk létre, illetve ott egy kerékpáros pihenőpont is létrejön. A Vámos-Orosziba szintén egy látogatóközpont kialakítására kerül sor, ugye itt különböző olyan funkciókat kapnak, mosdótól kiállító téren át ajándékbolt, tehát nagyon sok funkció, de ez kifejezetten a turista érkezéseket próbálja komfortosabbá tenni. És van az egész programnak egy olyan vetülete, hogy magukat a templomokat is látogatóbaráttá próbáljuk tenni, aminek az a lényege, hogy olyan kiállításokat, olyan örökséginterpretációs elemeket helyezünk el, amivel a látogató sokkal élményszerűbben ismerheti meg a helyszínt. Deák Attila, nagyon köszönjük, hogy mindezekről beszámolt nekünk, és reméljük, hogy meg tudjuk mutatni majd az elkészült gyönyörűségeket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézők, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, amikor többek között a Vármegyei Prima Gála egyik fődíjazottja is vendégünk lesz. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!